A most kezdődő tanévtől újra az általános és középiskolákban hivatalos órarendbe foglalva folyik a hitoktatás. Ez a tény is jelzi, hogy egy 2000 éves kultúrát hordozó, a magyar társadalomban hosszú évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszó kereszténység, a keresztény vallások ismét elfoglalhatják az őket megillető helyet mindennapi életünkben. A most következő interjút, melyet Lengyel László katolikus kanonokkal készítettünk, teljes terjedelmében szeptember 6-án, szerdán esti külön kiadásunkban tekinthetik meg. Hosszú évek óta talán először ünnepeltük augusztus 20-án Szent István napját. És Szent István országa, mint már a történelemben annyiszor, ismét gondokkal és problémákkal küzd. A vallás, az egyház iránt megnövekedett az igény. Hogy tud a megnövekedett feladatoknak eleget tenni az egyház, kanonok úr? Hát ez a Szent István napi ünnepség az engem is igen jó érzéssel töltött el, és ennek az ünnepnek az egész lefolyása, annak a szervezettsége, jó átgondolt, hát mondani valója egy kis biztatást adott nekem. Éppen akkor érkeztem haza külföldi útról, és hírekből hozzátartozóimnak az elmondásával hallottam ezt, és mindjárt egy kis melegség töltött el a szívemet, hogy na, Szent István az én kedvenc szentem, országalapító királyunk, a Veszprémi Egyházmegyének különösen kedves Veszprém megyének, hiszen itt alapított az első püspökséget, tudjuk, 997-ben, 1001-ben alapított az esztergomit. Sokan azt gondolják, hogy az esztergomi püspökség volt az első. Hát természetes, ugye, ami a kérdésének a lényege, az egyház most egy olyan munkába kell, hogy kezdjen, ami 40 év óta hát háttérbe szorult. Mert azt értem, hogy most aktívan, teljes erőbedobással meg kell próbálni a vallási életet fölélénkíteni. Hát most hogyan tudunk megfelelni ennek? Ugye ez, azt hiszem, pontosan ezt akarta kérdezni, egy kicsit kitértem. Személyi és tárgyi feltételei vannak ugye egy szervezet működésének. És itt vannak nekünk borzasztó nagy nehézségeink. Elsősorban a személyi feltételekre gondolok, azt látom súlyosabbnak az ottani nehézségeket, hiszen 10 évig dolgoztam a Veszprémi püspökségen, mint püspöki titkár, ismerem az egyházmegyének ugye a helyzetét. Akkor 430 papunk volt, nagyon jól emlékszem, és sokszor csináltunk statisztikákat, Rómába kellett, Vatikánba ilyeneket küldeni. Most pedig 201 néhány pap dolgozik ebben a nagy egyházmegyében. Tehát több, mint a fele hiányzik a személyi állománynak, hogy így fejezem ki. Ami azt jelenti, hogy 130 plebánia üres ebben a nagy egyházmegyében. Tehát nincs plebános, hanem a szomszéd plebános látja el. El lehet képzelni, hogy milyen hát intenzitással tudja azt ellátni, hogy ugye esetleg nincs is minden vasárnap mise, vagy a hitoktatás kérdése. Nem biztos, hogy pontosan tudják a szülők, hogy mit akar a hittanoktatás. Figyelemfelkeltés céljából úgy gondoltuk, a Vársi Televízió lehetőséget biztosít arra, hogy a legérdekesebb, leglényegesebb, a legjellemzőbb hittanórákat mi nagyon szívesen televízión keresztül megpróbáljuk eljuttatni azokhoz a gyerekekhez, és nem csak gyerekekhez, azokhoz a szülőkhöz, akik nem tudják pontosan, hogy mit akar ez, mint egy figyelemfelkeltésképpen. Ön hogy látja, a kameránk szívesen látott vendég lenne egy ilyen hittanórán? Hát magának azt a igazán remek kérdései vannak még.
ajánlatai, ezt nagyon szépen köszönjük. Valóban úgy van, ahogy mondta, és jól látja, úgy látszik, nyitott szemmel jár a utcán, meg a családi otthonokban. Bizony, úgy nőttek fel a gyerekek, ahogy fölnőttek, mikor idejön mondjuk egy fiatal pár, hogy meg akar templomba esküdni. Aztán kérdezem, hogy milyen vallás hozta, majd otthon megkérdezem az anyukámtól, mert egyelőre még nem tudom. Megdöbbentő. Ez annak a következménye, hogy nem volt rendszeres hitoktatás, hát honnét tudja. És nem is mondhatom neki, hogy hát nem szégyeli magát, hát hogy van, hát ő nem tehet róla. De nagyon jó volt most 3 év után újra kimenni, és nem is rövid időre, hát majdnem 3 hétig sikerült. Erre tetszett lenni? Hát kérem szépen, mentem Ausztrián keresztül először Svájcban, aztán visszafele szintén 1-2 napot Ausztriában töltöttünk. Nagyon tanulságos út volt. Rendkívül érdeklődnek a magyar nemzet dolgai iránt a svájciak. Most először azokról beszélek. A papok, hát leginkább azokkal érintkeztünk, azok az egyházi élet iránt. Civilek, a politikai helyzet rendkívül érdekli őket. Ezt a két szót minden svájci, mert a kis gyerek is tudja, hogy glasnost meg perestroika. Hát érdekes, ám mondják azzal a sajátságos kiejtésükkel. Na, mi van a glasnosttel meg a perest? Mondom, glasnost az még csak van, de mondom, a gazdasági életben nem léptünk nagyokat előre. Azt mondja, azt ők is olvassák az újságba. És egy egyszerű ember, egy paraszt embernél voltam, nagyon értelmes ember, azt mondja, ezen csodálkozik. Ő azt tanulta az iskolában, a tankönyvben, Magyarország, meg Lengyelország volt Európának a gabona raktára. Ez megmaradt benne. Mondom, így van, terem nagyon jó buza, meg kukorica, mert ő meg disznókkal foglalkozott, és sok kukoricára van szükség. Mondom, jöjjön el, adunk mi el, ha jó megfizeti valutába. Tehát nem értik az, hogy hát mi mondtuk, hogy bizony akadozik a gazdaság életünk, hogy az árak emelkednek, a fizetés annyira nem emelkedik, mint az árak, mert őnáluk ez megint egy kicsit érthetetlen volt, hogy őnáluk van egy pici mondjuk áremelés, akkor abban a pillanatban a fizetést is hozzá idomítja. Még egy kicsit talán föléje is, hogy a életszínvonal ne csökkenjen. Én most megismétlem, talán a mikrofon és a kamera a technika lehetőségével egy kicsit ki tudjuk tágítani a templom falait, és eljuttatni azokhoz is a szeretetet, a hitet, akik a technika nélkül csak nagy sokára mennének be a templomba. Köszönöm szépen a beszélgetést!